Lelepleződésük után hallgatnak az Action for Democracy vezetői, ezt írta a Mandiner. A portál azután kereste több alkalommal is Korányi Dávidot és a szervezettársait, hogy az X-en megosztott videókon beismerték, Soros Györgytől érkezett csak nem 4 milliárd forint a magyar baloldalhoz. A pénzzel a 2022-es országgyűlési választást próbálták külföldről befolyásolni. Titanilla. Pindrok Tamás, az Alapjókért Központ vezető elemzője, most a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mikor készültem az adásra egy ilyen negyed órával, fél órával megnéztem, még mindig elérhetetlen az Action for Democracy honlapja. Tehát van, vagy, vagy, valami nagyon komoly technikai problémájuk van, vagy pedig valóban el szeretnének bújni a nyilvánosság elől. Vajon miért tűnhettek el ilyen hirtelen itt a leleplező videók megjelenése után? Hát úgy látszik, hogy magyarázkodni nem szeretnének, és a transzparencia sem az erősségük. A magyarázkodás hazugsággal vegyül, amit az elmúlt hónapokban hallottunk tőlük, illetve a magyarországi támogatóiktól is ezekről az adományokról, amik most már úgy néz ki, hogy befektetésekké változtak, mert hogy Korányi Dávid erről beszél, beszél ebben az X videóban, ahol ő is szerepel, hogy ezek a körök az üzleti befektetéseiket titkolni szeretnék, ezért nem akarják nyilvánossággal hozni a nevüket, illetve a kidétüket. Ez már egy újabb szint azért. Eddig arról volt szó, hogy politikai támogatást nyújtanak a magyarországi ellenzéknek. A befektetés azért más jelent. Korányi Dávidéknak ezt is akkor most már tisztázni kellene, hogy milyen befektetésekről lehet szó, hogyha az ellenzéket kormányra segített. Ték volna, mert ez volt a cél, akkor milyen befektetést reméltek? Soros Györgytől tudjuk azt, hogy az elmúlt 30 évben azért elég aktív volt Magyarországon, emlékeztetnék, hogy 1994-95-ben meg akarta vásárolni az OTP bankot, az OTP-t, akkor privatizáció előtt állt az OTP, szerencsére nem tudta megvásárolni, sőt előtte még az Antalérában az államadósságot is át akarta vállalni Magyarországtól, felajánlotta ezt a dolgot a magyar kormánynak, az Antal kormány azt elutasította, ahogy később a Horn kormány is elutasította a befektetését, de azért a hálózat itt van, ez a liberális hálózat, és hogyha kormányra került volna az ellenzék, akkor valójában úgy politizáltak volna, hogy Soros György szerette volna, ahogy megmondta volna Washingtonban. Az egyik, egy másik videóban pedig megszólal Keti Marton is, aki a szervezet tanácsadó testületének elnöke. Ő például arról beszél, hogy Lengyelországban milyen tevékenységet fejtett ki az Action for Democracy. Igen. Ott is, hát nem a kormány oldalt, hanem az ellenzéket, aki azóta ugye kormányra került, támogatták? Lengyelország azért jó példa, mert láthatóan ott sikeres volt ez a politizálás, amit folytatott a progresszív demokrata hálózat, az uh -huh. amerikai progresszív demokrata hálózat, ott a médiát is fel tudták vásárolni Ott Soros Györgynek nagyon erős média érdekeltségei vannak. Még az előző kormányzat idején tudta megvásárolni a legnagyobb rádiót, a legnagyobb napilapot, kiadót, tehát ott nagyon gördülékenyen ment. Ez a dolog, és most már Donald Tusk is, Tusk is konfliktusba került az amerikaiakkal a republikánus oldallal. A republikánusok azt üzenték neki, ahogy bírálta az ukrajna politikáját a republikánus párnak, azt üzenték a republikánusok, hogy az az ember ne üzengessen, aki a politikai ellenfeleit börtönbe zárja. Tehát ez egy erős mondatok hangzanak el a jobboldali amerikai republikánus pártól is Lengyelország irányába. Soros György a jobboldalon Amerikában egyáltalán nem népszerű, ugyanolyan ellenfélnek tartják, vagy az izraeli jobboldal például ugyanolyan ellenfélnek tartja, mint a magyar jobboldal, mert hogy a szuverenitásunkat fenyegeti. Láttuk, hogy az ellenzéket próbálta itt is Magyarországon kormányra segíteni, nem sikerült, egy egyébként ezekből az X videókból kiderült az, amit azért jobboldali körökben már azért sejtettünk korábban is, hogy Soros György szervezetei állnak a magyarországi ellenzék 3-4 milliárdos megsegítése mögött. Az egyik felvételen, ha már itt Amerikát szóba hozta, az egyik felvételen egy cégvezető, aki kapcsolatban áll ezzel a szervezettel, arról beszél, hogy ott például volt ilyen feladat is, hogy Orbán Viktort. A magyar miniszterelnököt kell befeketíteni Amerikában, vagy rossz hírét kelteni Amerikában. Ez milyen érdekei fűződnek a szervezetnek, vagy milyen hatást reméltek ettől? Hát hitelteleníteni próbálják a magyar kormányzatot. Ez egyértelmű minden téren, az Európai Unióban is és az Egyesült Államokban is. E, igen, ez egy tanácsadó, ez egy Demokrata e, tanácsadóról beszélünk, tehát a Demokrata párt, a progresszív demokrata párt, akik kormányon vannak az Egyesült Államokban és a soros hálózat az egy pályán mozog. Tehát nagyon sok volt soros munkatárs, az az amerikai kormányzatnak a tagja, és vice verza egyébként a dolog, mert hogy a kormányt megjárják, és visszamennek a soros hálózathoz, és a soros hálózat különböző szervezeteiben a demokrata párt holdudvarában kapnak állásokat. Tehát lehetne itt sorolni ezeket a szereplőket, akik Orbán Viktor politikáját próbálják hitelteleníteni az amerikai médiában, baloldali médiában, de ez egy globális hálózat. Tehát ezért veszélyes ez, mert amit a New York Times megír, azt nagyon sok helyen a világon bárhol komolyan veszik. És az amerikai baloldali média az ő kezükben van. Ezért nagyon fontos az, hogy Magyarországon kimondjuk az igazat erről a hálózatról, és nem csak Magyarországon, hanem a világon bárhol, és ezért fontos például a szípek rendezvényünk, amit meg fogunk ismét rendezni, az Alapjogokért Központ meg fog rendezni, mert hogy ott a jobboldali szereplők a világon bárhonnan eljönnek, és elmondják azt, hogy ez a hálózat, a sorosféle hálózat, ez mire képes, és hogy kell felvenni ellen a harcot. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy akkor egyfajta politikai manipulációra szerződött az Action for Democracy. Ugye itt a videókban Magyarországot, Lengyelországot és Brazíliát is említik. Milyen hatása lehet ezeknek az úgymond önleleplező felvételeknek? Ha jól tudom, akkor a, a lengyel és a brazil sajtóban, de talán már a német sajtóban is téma ezeknek a videóknak az ügye? Ez egy nagyon izgalmas ügy, aki a 20. század és a 21. század elejének amerikai történetét és a titkosszolgálatok történetét vizsgálja. Az azért felfedezheti azt, hogy a titkosszolgálatok a 20. században például Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában nagyon aktívak voltak politikai téren is. És mintha a hálózatok, a soros hálózatok a titkosszolgálatok feladatát is átvették volna. Mert a háttérből építenek politikai aktorokat, szereplőket, politikai pártokat pénzelnek. Tehát ez a, ez a, kör, ezek most már egy, egy, körnek számítanak, a baloldali kormányzat és a soros hálózat úgy látszik, hogy egyeztet minden lépést, és, és, úgy akarnak beavatkozni különféle országok politikai életében. Valahol sikeres, Brazíliában ugye váltottak, egy baloldali elnök került hatalomra, és Lengyelországban is sikeres volt. Ezért kell felvenni velük a harcot, mert Magyarországon nem volt sikeres, és már 2010 5-16 környéken felmerült az, még a 2018-as választások előtt hogy be kellene avatkozni. Ez korányi Dávid írta le. Egy, az Action for Democracy-ban vezető tisztséget ellátó Krisz Maros egyivel. Ő is egy nagyon fontos név ebben a szervezetben. Tehát. Évek óta ez téma az amerikai baloldalon, hogy Magyarországon egyfajta hatalom átadást, átvételt, egy befolyásszerzést kellene szerezni, mert csak úgy lehetne megbuktatni Orbán Viktort, hogyha az amerikai kormányzat és a hálózat beavatkozik a magyar politikába. Mindrök Tamásnak köszönjük szépen. Köszönöm.